szeretettel köszöntök mindenkit a tisztelet hittanosok nevében, a Betlehemező csapattal jöttünk. Itt hallottunk gyönyörű énekben, versben, de jó is lenne, jónak lenni. Hát ezt a jóságot elveszítettük itt a 21. század modern emberei. Mindenki digitális rabszolgaságban él. Én elnézést és bocsánatot kérek a gyerekek nevében, hogy milyen hangosan öltözködtünk. Sajnos nem tudják letenni a telefonjaikat és állandóan piszkálják egymást. Föl vannak pörgetve a mai világ gyerekei, nem tudnak megnyugodni, elcsendesedni. Nem tudják átélni, mit jelent az igaz szeretet. A családok is elvesztették ezt. Adventben szórakozni járnak az emberek, dühöngő zene mellett ünnepelnek. Az advent az az elcsendesedés időszaka. Egy hónapig a keresztény ember várakozik. Nem beteljesíti magát, és zabál, és mindent csinál azért, hogy karácsonyra még jobban megtöljen a hasa, hanem hogy itt olyan szépen hallottuk a versben, keresi azt a jászlat, ami a szívében van. Csak ha a szívünk üres, nagyon nehéz megtalálni. Itt Magyarországon tudjuk jól a történelem során, a családokban elvették a kereszténységet. Ha mi ezt nem őrizzük meg, elveszett Magyarország. Ezért küzd ma a tanári testület Magyarországon, hogy azok a felnövekvő gyerekek, akik most fiatalok, azok megmaradjanak Szent István gyermekeinek. Hogy tisztelettudók legyenek az idősekkel szemben, hogy érezzék azt, hogy mit jelent az igazság, a becsület, az igaz szeretet. Nagyon nehéz dolguk van, mert ontják a telefonjaikon keresztül a gyerekeknek ma a világ az értéket, vagyis az értéktelenséget. És elhitetik velük, hogy ezért kell élni. Sajnálom ebben már őket, tanárként is. Szeretnénk majd olyan műsort adni, ami bebizonyítja, hogy egy időutazás Betlehemes című műsorunkkal, ahol három suhanc belekeveredik a történelem viharába, és visszakerül Jézusnak a korában, és ott rá is döbbennek arra, hogy a 21. század idézőjelben értékesnek mondott okos telefonja, az aranynyaklánc sok minden értéke napjainkban, illetve az a hangos hangszóró, ami a lelkünket elnyomja, az ott nem ér semmi. De szerencsére ők hároman erre rájönnek, és még nem késő, és így rátalálnak Jézusra. Megvárjuk, míg mindenki kikapcsolja a telefonját, és akkor elkezdjük. Köszönjük. Te vagy a világ ura, és vele bármit megtehetsz.
önző módon kizsákmányolod, és csak magadnak akarod, és bűn-bűnre halmozol. Vigyázz, ember, mert jönnek majd unokák, kik számon kérik tetteidet. Vigyázz, Isten szeret, és megbocsát, és új kezdetet állt. Ezért küldi el angyalát, köszönthesse Máriát. Nem már különben.
Ezt nézzétek, mit vett a pater karácsonyra. A legjobb okostelefon pacekba. Az semmi tett. Nézd meg, mit kaptam. Adina, ő volt csilló. Ez arany. Mi? Mit gondoltál, tám, Bizsú? És te, mi az nálad? Mutasd csak. Senki se zavarja. Jövéssel, menéssel, ajtónyi korgással, hangos szóbeszéddel, vagy zajongással. A gyerek ne sírjon, öreg ne köhögjön, s a székes lábbal senki ne zörögjön. Én vagyok, halljátok, Keresztelő János, a jó kereszténynek nevem Kívánságos. Pusztán, aki éltem, megjelentem itten, hogy az Úrnak útját én most elkészítsem. Kemény nyakú nép ez, nem ismer már Istent, viperák fajzata lett, elment a józan eszed. Mondhatsz neki bármit, a szó már nem számít, világban mi csábít, csak azt áhít. Szíve is kemény, magán nem segít, ezért jön el Isten egy gyermek képében. Ki leszállott a mennyből e bűnös világra, pokol romlására, lelkünk váltságára. Jöjjen Jézus Krisztus, te ártatlan kisden, bűnbe esett néped, jó szíveddel mentsd meg. Éhínség, szegénység, betegség, háború, ununkat, hogy szívünk ne legyen szomorú. Az ige testén vége mindenképnek, 4000 éves régi szövetségnek, vége sötétségnek, prófétált homálynak, világ éjszakáján fényes hajnaltán. Betlen fölött fényes csillag jelenik, istálló jászlában gyermek szület. Mert hit nélkül az életbe indulni nehéz,
és csak hittel élve van remény. Nyissátok meg szívetek, gyertek most én velem, és elénk jön Betlehem. Hát mit tehetnénk? Van más választásunk? No, induljunk! Igen?
Keressük, keressük, öreg! Na de addig igyék egy kis vizet. Még hogy vizet? Akkus én nékor kiszaki szára. Inkább vagyok szárazunak, igám? Kik ezek a jó madarak itten véled? Miféle maszkobádba készülnének? Ó, de furcsa szerzetek! Honnan tudtok-e féle dolgokat vennie? Magam sem tudom. Honnan pottyantak ide? A jövőből jöttek, iziszek. Egy valami pestje. Pestisek! Hát nincs még elég baj. Pestis betegségbe esni nem akarunk. Fusson, aki merre lát, keressük meg Jézuskát. Mit mondtál, te csipa? Már elég sok a rizsa. Honnét tudsz te a Jézuskát? Hát ezt mindenki tudja, mert mondja a próféta. Akkor csak én vagyok ilyen tudatlan. Ezek a pestiek is Jézusról vagyok. Á, öreg, maga nem tudatlan, csak agyatlan. És nincs az eszébe bóli erre a fejbe. Jó, mindjárt ángál. Most majd meglátjuk, ki illöztöbb kabát. Erre nincs időnk, öreg. Húzzunk a tiplibe. Tiplibe, hol az a város, öreg? Én még nem hallottam ilyet. Én se. Nyughass már te. Na, mesélj csak, mit mond a próféta. Hú, születik a Jézus? Na mondd csak, de jó hangosan, hogy ott is hallják amok. A tekercben is írva van, mondja a próféta. Örömhírt visz majd az angyal, s Mária befogadja. Betlehemi istállóban, új király jön hamarosan. Bepójával jászolban, ő lesz majd az Isten fia. Á, Betlehem felé, ezért sokan vasíroznak. Szóval igaz, amit a soancok is állított? Suhancok? Hát hova lenne Suhancország? Mi eddig csak a rómaiakról hallottunk. No öreg, az idő pénz. Menjünk Betlehem felé. Indul a busz, nem kellene a cím. Betlehem a fókusz, leesett a tantusz. Miféle régbuszokban beszélte? Ennyelvet nem értem. Én jártam már ottan. Mutatom az utat, ha enyém lész az arat. Na még mit nem, tipli innen. Adod a neki, akaszd a nyakába, majd elcsorjuk tőle, odaértünk Betlehem városába. Na, te kis tudod! Hát akkor vedd! Lássuk már, van Betlehem! Na, akkor járjunk el egy táncot ennek örömére! Mit süttek ott? No látjátok? Én nem látok semmit. Jó nagy hányzaton a maxi szemi. Nem elég a süket, de még vak is kell. Na de vakjuk is talál szemem. Hé, halljátok? Hát minek javázzak? Nem vagyunk mi süketek? De nyögjél már ki, öreg apám. Még egy annyira szaldós nyelv. Hagy talán már, megint a fula csajnára nézesz. Oszt a bólondját járatja velünk. Bólond vagy te? Itt az idő. Hát aztán milyen idő? Beteljesült már az idő. Úgy, úgy, tudjuk, hogy jön a te. Zivan kell, nem kímél testünket, lelkünket. De mi olyan nagy hír ez, öreg? De mi olyan nagy hír ez, öreg? Látom már. Én látom. Most már biztos, hogy igaz. Beteljesült a profécia. De te, Betlehem, bár legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis bőle születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Anyja Mária lesz, és gyermeke az Isten fia, ami megváltom, akire oly régóta vár. Mennyi királyú felség, ennyi úri népség, itt még élnek a királyok, koronájuk, hogy ragyog? Ámulok és bámulok, irigységtől sárgulok, ha nekem ennyi aranyom lenne, úgy érezném magam, mint a mennybe. Én sem hiszem, amit látok. Ők a napkeletről jött király. Hogy kipjön meg a bóha, ha ez igaz bónk. Mők van ez is írva. Királyok jönnek napkeletről, és hódolnak neki, hogy rúgjon meg a ló, ha ezt nem Isten tesz. Térdre, fiaim, térdre! Közel az idők teljesség. Áldás békességet kívánok néktek, királyi felségtek.
Mi áradom erre, hogy útunkra térjünk. Afrikából tevegeltem ide, egy csillag vezetőt. Keresem az isteni gyermeket. Ázsiából indultam útra, hogy rátaláljam az igaz útra. Európából való vagyok, hozom hódolatom. Az újszülött királya. Hol van palotája? Amerikából jöttem, mert tudom, megvelem csillagom, ki megbocsát és örök életet át. Ausztrália szülőföldem, hiszen nagy dolog van készülőben. Mindannyian azért jöttünk, hogy Jézusunkat dicsőítsük. Jézusom! Itt az egész világ! Szemem szárt átva! Ennek már felesett réfa! Induljunk hát együtt az út! Mióta várom a napot? Fogam is minden hagyom, de bányakányak, hogy megöregettem, de királyok közé keveredtem. Vár már minket, Betlehem, de ajándékba mit figyel? Nincs én nélkül semmim se, csak a szívem szeretete, azt hiszem. Én az aranyláncom viszem, hadd örüljön a kisded. Viszed ám, tudod mit, add vissza a holmit. Különben lesz, nem ulas, vagy bunyóra számíthat. No, ide valahol nem tudjátok ki, majd lesz az enyém. Hát már te sem hallgatsz rá. Legyen a feleséged egy boszorkány, majd meg tudod, mit hozzád. Jogod már, édes párom, szókodott alig várom. Összemlékem te várom, hogy nagyon őn állj. Hoztam majd egy bőrös kacalat, ezt most mindig befalt. Tehet akar, hogy rusnya áll, ki kívánta, hogy láss. Inkább legyek örökre vak, mint hogy boszorkányom az arat. A kénküves pénkű csapjon belé, legyél inkább az ördögé. Vigy el innen a seprűnye a pokolhoz. Önradod, ezer volt. No, takarítsátok ki innen. Jól összvigyázni, mit kíván, mert a végén olyat látsz, amit senki se kíván. De most már egy szót sem. Induljunk hát. Vár a kis Jézus. Yeah.
hogy ide találtam, elédbe. Bocsáss meg bűneim ezekért cserébe. Szeretettel gondoltam rád, zaránd a utamon. Fogad szívem szeretetét, ez most mind neked az. Üdvözlégy szép kintet, világöröme, ó mennyei vendég, Isten küldötte. Színed előtt beborulom szeretettel, állj meg minket Jézus kiskezettel. Üdvözlégy, ó nagy király, Isten egy fia, földiek reménye, megváltó szent ura. Szívünk szeretete, köszönt most tégedet, cserébe ad nekünk üdvösségedet. Fogadd hódolatom, királyok királya, örülök, hogy nem jöttem hiába. Ajándékul hoztam ez aranyat, mert én is királyunknak tartalom. Drága Jézusom, taníts engemet, hogy népemnek jó királya legyek. Tömjént hoztam néked imádásom elé, térdet hajtva fogad szívem szeretet. Világ újszülött királya, bűnös földünk megváltó. Téged illet ima mirha, úgy imádunk leborulva. Milyen jó itt együtt lenni, békében egymást szeretni. Ugye milyen király ez így? Jézusunk, rajtunk is segít. Én is szeretnék a magam királya lenni, kincsgyűjtésből szabadulni. Szabadíts meg, drága Jézusom, ezért aranyam most neked adom. E telefon sok időt elvett az életemből, ezért lettem ilyen önző. Add, hogy kevesebb legyen a képernyőidőm, és te légy az én üdvözítőm. Milyen jó el a csend, nincs lárma, így tudok figyelni másra. Lelkem csendjét őriz kérlek, hangszórómat elég teszem. Ki ez a nyújtett lélek? Suhancokból királyok lettek. Jézusom, rajtam is segíts kérlek, add vissza bárányom nékem. Ó, cukrikám, ez meg hogy lehetséges? Köszönöm Jézusom néked, királyom, te vagy nékem. Irányítsd életem felé, hogy elnyerjem szívem szeretetet. Hány száz év telt el Jézus születése óta? Vajon változott az ember azóta? Ó, ember, milyen ma a karácsonyod? Magadat mi mindennel elhalmozod. Körülveszed magad drága tárgyakkal, gondolván ezek boldogságot adnak. Ó, ember, ne felejtsd el, e dolgok körbe zárnak, önzőbbé, magányosabbá válhatsz. A karácsony legyen végre igaz ünnep, nyisd meg ember szíved, Istenednek. Ne keresd boldogságot olyan dolgokban, melyet a moly és rozsdarág meghozza. E földről semmit sem viszel magaddal, csak a lélek tettei, melyek megmaradnak. Minden jó! Ha jó a vége, letérdenünk Jézusunk elébe, hogy együtt mondhassuk, dicsérte!